Jó ízűen itták a sört, és ették a gulyáslevest a győri Audiató KC szurkolói az Audi Arénánál a Női Kézilabda Klub által szervezett pikniken. A napsütéses időben rendezett évadnyitó eseményen a gárda drukkerei a játékosokkal és a szakmai stáb tagjaival beszélgethettek az új szezon céljairól. A klub vezetői elmondták, az együttes anyagi helyzete stabil, jól sikerültek az átigazolások, így minden adott, hogy az alakulat eredményesen szerepeljen. A legfontosabb az, hogy a nyáron mindennek megfeleltünk, hiánypótlás nélkül megkaptuk a licenszet, létrehoztuk a gazdasági társaságot, amíg a lányok pihentek, addig mi az irodában dolgoztunk, és mire megérkeztek, addigra minden készen állt a szezon kezdetre. Egyetlen percet nem foglalkoztunk olyan értelemben a múlttal, hogy bármit elemeztünk, értékeltünk volna, nekünk a jövő a célunk, és a legfontosabb az, hogy a stabilitást, a körülményeket biztosítsuk a világ legjobb női kézlabda csapatának. Az Etót irányító spanyol Ambros Martin kiemelte, a siker kulcsa az elkövetkezendő szezonban a védekezés lehet. Mindebben nagy segítséget jelentett számára Rafael Tervel érkezése. A francia másodedző korábban játékosként két idény alatt 6 trófeát nyert a zöldfehérekkel. We realized that what we missed last year, especially in the important matches, was the defense. Rájöttünk, hogy az elmúlt szezonban a kulcsmérkőzéseken a jó védekezés hiányzott. Észleltük, hogy amikor nagyon kemény és komoly szinten védekeztünk, akkor nagy nehézséget jelentett az ellenfeleinknek, hogy megverjenek bennünket. Az edzéseken, amikor gyakorlunk, kiváló kézilabdázók játszanak egymás ellen, ez is a csapatunkat építi. A sok gyakorlásnak köszönhetően fejlődni tud a játékrendszerünk, és még erősebbek leszünk. A pikniken bemutatkoztak a győri Audiató KC új igazolásai. Sandra Toft, Line Haugsted, Yvette Broch és Anna Gross. Utóbbi kettő egyébként korábban már játszott a zöld-fehér együttesben. A csapat kapitánya, Anne Mette Hansen szerint az újonnan érkezők óriási segítséget jelentenek az Etónak. I think it's some really nice players we got on the team, so of course we're happy. Fantasztikus játékosok csatlakoztak hozzánk, aminek nagyon örülök. Természetesen idő kell hozzá, még beilleszkednek a játékrendszerbe és felveszik a ritmust. Lépésről lépésre haladunk előre, jó lesz a csapatunk. Az Etó céljai egyértelműek. Meg kell nyerni a hazai bajnokságot és a Magyar Kupát is. Emellett a nemzetközi porondon szintén elvárás a sikeres szereplés. A csapat azért küzd, hogy bejusson a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, ott pedig mindegyik ellenfelét felülmúlja, s elhódítsa a serleget.